Hát hoztam nektek egy kis csörgést, csattogást. Hoztam nektek egy kis DM holt. Na, ennyi az egész. Pár termék, tényleg nem sok minden. Nem lesz hosszú a videó sem, pedig én aztán tudok beszélni, de most próbálom magam visszafogni. Na, az első, amit szeretnék nektek mutatni, az kettő darab denkmittes törlőkendő, nedves törlőkendő. Az egyik az, nem akarok, hát lime-ot látok rajta, igen, de nem akarok pontatlan lenni, ezért megpróbálom nektek megkeresni, pontosan hogy van ezen írva, hogy pontosan milyen, aha, lime és bazsalikom, univerzális nedves tisztítókendő, lime és bazsalikom illattal. Itten open here. Bazsalikom nekem nem jön át amúgy. Nekem ilyen kesernyi és lime illatú. De nagyon jó, nagyon kellemes. Így ebben a nyári kánikulában még pláne frissítő az illata. A másik pedig szintén, ha már nyár, akkor watermelon, görög dinnyés illatú. Hoppá. Hát ez... Ez annyira nem. Nem tudom amúgy, de nekem... Nem. Nem rossz illatú, de a másik, ez sokkal finomabb, ez a lime-os. De ez is jó egyébként, teljesen jó, el fogjuk használni. Megmutatom, hogy van még nekem most itthon egy levendulás. És ha már itt járunk, akkor elmondanám nektek, hogy én most ezt azért vettem meg, azért merészkedtem úgymond megvenni, mert van egy youtuber Csajci, egy nagycsaládos anyuka, Viviennek hívják, az a csatornájának a cím, hogy Vivi naplója, hogyha van kedvetek, akkor nézzétek meg, de megpróbálom majd valahova betenni nektek, ha ide nem is sikerül, akkor leírásba majd beírom az ő csatornájának az elérhetőségét, és ő mondta, hogy ő mindent ezzel törölget, hogy már kipróbált annyiféle illatot, és hogy tényleg milyen jók, meg milyen illatosak, meg praktikusak, meg minden, és mikor most ott jártam az Oceanben, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor most én is bemegyek, és veszek egy ilyen törlőkendőt, más illatban is, szétnézek, hogy milyen van, és ő nagyon dicsérte, hogy neki a kislányának nagyon tetszett a dinnyés, úgy emlékszem. Erre nem emlékszem, hogy a lime-osat mutatta-e, de lehet, hogy mutatta, erre nem emlékszem. De így ebből a felindulásból úgymond, így gondoltam, hogy akkor megveszem még ezt a kettőt, és akkor én is törölgetek vele, szeretem, használom. Hát, mondjuk nem egy környezetbarát megoldás, azt ugye tudjuk, de így viszont nagyon praktikus. Úgyhogy vettem, hogy kipróbáljam, mert hát tudjátok, milyen ez a dolog. Hát most mutatja valaki ott, hogy hú, ez neki milyen jó, meg hogy jó, hogy szereti, és ott rögtön kedvet kap az ember, úgyhogy na, vettem. 499 forint volt mind a kettő, és 50 darabos. Következő az egy Vapet Derm Kids szúnyogriasztó spray. Azt írja, hogy tigris szúnyogok ellen is hatékonyan véd, természetes eredetű hatóanyagokkal, bőrgyógyászatilag tesztelt. Egy tejszerű anyag van benne, és hát ilyen mentolos illat valami, ahhoz hasonlítanám, ilyen mentolos, mentás illata van. Nálunk a telkem, vagy a Vikendháznál, vagy a Horgászháznál, vagy nem is tudom, hogy mondjak, rengeteg a szúnyog. Nagyon sok. Ezzel fogom elaltatni vele. Jó. Szereti? Jó. Nagyon sok a szúnyog, és most számoltam hétvégén, azt hiszem 7 vagy 8 féle szúnyogriasztónk volt lent a dobozba. Mindegyik más, de van herbálos, naturlandos, off, vappe, mit tudom én, milyen márkák vannak még, és
ilyen speciál pont ilyen még nincsen, úgyhogy gondoltam, hogy akkor kipróbáljuk ezt is, mert egyébként jönnek a szúnyogok, mint az állat. Szegény Krisztiánt össze-vissza csípkedik, biztos neki is nullás a vére, mint nekem. Engem imádnak rettentően, viszont én idegbajt kapok tőle. Tehát én nem vagyok úgy, mint láttam már sokakat, hogy így van, és akkor ah, csíp, és akkor puff, rácsap egyet, és akkor kész, ah, enye-benye. Hát engem már a zümmögése kikészít. Tehát én olyan ideg állapotba tudok jönni a szúnyog zümmögéstől, ha meg csíp, azt mondom már végképp, nagyon felháborodok, nagyon ideges tudok lenni, és egész egyszerűen, még ha nem csíp is, már mindenütt viszketek. Tehát akkor már, hú, én nagyon ideges vagyok. Úgyhogy akkor bevonulok a házba, és akkor mondtam, hogy szusszá, most hagyjanak békén mindenki, és akkor mikor oda bent is meghallom, hogy zzzz, akkor mondom, hát mondom, már nem igaz, hogy itt se hagysz békén. De hogy nem jó semmi. Nem tudom. Írjátok már a kommentbe, légy szíves, a véleményeteket, hogy nektek. Van-e olyan, ami azt mondom, hogy tényleg igazából jó és bevált szúnyogriasztó? Mert mondtak már nekünk többet, az offot is mondták többen, de én befújom vele magam, szerint. Ugyanúgy csípnek, hát én ezt nem értem. Azon, hallottam, elaludt? Igen. Jó. És akkor ezt mondtam a Vape Derm Kids, és akkor ez volt 1399 forint. Nagyon messze húztam, ilyen messze. Igen? És úgy ment vissza. Akkor jó sokáig zenélt. A következő, amit mutatok, szintén zúnyogriasztó, off-nál járunk. Pirosba van lent most ilyen nekünk off, pirosba. Ez fehér. Off Protect. Védelem szúnyogok ellen, nem hagy zsíros érzést, az van ráírva, 100 minis. Ez volt 9,99. És az elmaradhatatlan. Ilyen most is van. Van, igen. Az ilyen gyerekeknek való. Mosóparfüm. A Be Happy illatban, azt hiszem, hogy ez a barackos. Ah, szakad meg? Vagy mangós? Ah, imádjuk. Imádjuk. Aki mentolos illata, úgy szagoltam. Úgyhogy ez, és akkor ez volt 999, vagy tök jó áron kapható a DM-be egyébként, már a múltkor is vettem. Te csak vissza gyorsan. Kicsepek szívem. Úgyhogy... Na hát, de nem szagoltad? Ha már kitegelted, akkor meg már miért nem szagoltad meg te? Szagold. Mentolos illatú. Úgyhogy ennyit vettem, ezt az 5 darab terméket. Semmi egyebet, úgyhogy ez tényleg egy ilyen mini videó, de látom, hogy ma majdnem 8 percnél járok, úgyhogy azért dumálni azért tudok. Valljuk be. Rövidebb idő alatt is el lehetett volna mindezt mondani. Úgyhogy ezekért fizettem volna, hát nem tudom, hogy mennyit, mert itt már csak a levonás. Igen. Az a lényeg, hogy van kártyám, ezt is mondta a Vivian a videójában, hogy van ez a DMS, milyen valami beauty kártya, Active Beauty, vagy milyen kártya? Igen, Active Beauty. És ezzel a vásárlással 759 forint kedvezményt kaptam, mert annyi volt a kártyámon, hogy ez most mennyi időt gyűjt össze, fogalmam sincs, de azt levonták, és akkor úgy fizettem 3636 forintot ezekért. És akkor ugye Vivian mondta, hogy vannak mindig ilyen többszörözős napok, amikor pontokat kapunk ugye a bizonyos termékekért, és akkor többszörösen kapunk rá pontot. Úgyhogy majd ezeket figyelni kell. Egyébként ezek azt mondta a hölgy, ott, hogy minden hónapban van ilyen, meg itt van a szórólap, el is hoztam. Például ez az e-havi, és akkor itt mutatja, hogy mely márkákra vannak most kedved, Nivea, Dove, mit tudom én, Signal, nem látom visszafele, Libresse talán, igen, Libresse, Veed, Johnson, Pampers, Persil, Silan. És akkor 50-szeres pont, 35-szörös pont, ez is 50, 35, 25-szörös, 50-szeres, tehát nagyon sokszoros pontok, nem kétszer-háromszor szoros, és akkor van egy applikáció, hát annak most nem tudom, hogy mi itt a neve, hát mi annak az applikációnak, a DMS applikációnak a neve, nem tudom, ezt tényleg nem tudom, payback.hu, hát lehet, mert itt azt írja, hogy aktiválja az online kuponközpontban www.payback.hu. Ott írja, hogy payback. Ez a visszafizetés.hu.
Na mindegy, szóval ez az e-havi, és akkor, hogyha bemegyünk abba az alkalmazásba, abba az applikációba, akkor ott tudjuk regisztrálni a Active Beauty kártyánkat, és akkor minden hónapban, amikor kiadják ezeket a kedvezményeket, hogy mikor hány százalékos pontot ad, vagy hány szoros pontot ad, akkor ezeket aktiválni kell, ezeket a kuponokat, és akkor, hogyha aktívak lesznek már a kuponjaink, tök mindegy, hogy beváltjuk vagy nem, de ha már utána megyünk oda a kasszához, és lecsipogjuk a kártyát, és vásároltunk mondjuk Nivea, Neutrogena, Gliscor, Elmex, Sensodyne, Signal, Libres, bármilyen ilyen terméket, ami itt van, akkor azokra már akkor érvényesíthetjük az akciót, az, hogy magasabb, többszörös pontot kapunk. Úgyhogy tök jó dolog, szerintem próbáljátok ki. Én még ezeket majd át fogom nézni, hogy esetleg miben tudom, de itt van, na mindegy, szóval kihasználhattam volna már most is, csak utólag kértem el ezt. De ha nem most, akkor majd a júliusiból majd úgy fogok vásárolni, hogy arra figyelek, és akkor tényleg, mert ő is mondta Vivien, hogy nem is tudom hány ezer forintot levontak neki a végén kedvezni. Levett akkor? Beöntsön a szádba a számból? Nem, kérem, köszönöm. Úgyhogy ennyi lett volna a kis videóm. Úgyhogy örülök neki, hogyha megnéztétek. És wow, már 11:20. Jó. Nyomukat. Köszönöm még egyszer, puszi nektek, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!